A jobb oldalon nem csak darálni tudunk könyveket, hanem írni is. Engedjék meg, hogy bemutassam a Nemi Identitás Válsága című könyvemet, melyet azért kellett megírnom, mert manapság már nem az a megbotránkoztató, hogy gyermekeken hajtanak végre nem átalakító műtéteket szüleik tudta nélkül, és nem az a megbotránkoztató, hogy transznemű lények járnak hordákba felolvasni, hanem az, hogy mi keresztény emberek a család fogalma alatt egy férfi apa, egy nő anya és gyermekek kapcsolatát értjük. A szexuális kisebbségek áldozatként mutatják be magukat, miközben minket normálisan gondolkodó embereket megbélyegeznek, és sokunkat álláshelyünkről is ellehetetlenítenek. Éppen ez az oka annak, hogy mind a nemzetközi és mind a hazai irodalomban a nemi kérdéssel kapcsolatban jobboldali szempontból igen kevés műalkotás született. A szerzők félnek a baloldal kulturális diktatúrájának következményeitől. Jó magam, több mint 100 könyvet olvastam a témakörben, túl vagyok nem egy-két videón és cikken, és így született meg több mint 500 lábjegyzettel 150 oldalas kiskönyvem. Abból a célból született, hogy ezek után bárki, hogyha szeretne tájékozódni a témakörben, elég legyen pusztán ezt az egy könyvet kezébe vegye az alaptudás megszerzéséhez. Félelem nélkül íródott, kicsit sem polkorrekt módon, de hát miért is kellene megfeleljek a baloldal játékszabályainak? Nem kell megfelelnünk. Nem szabad behódolnunk a korszellemnek. A liberalizmus megjelenésének következményeiről, a házasság fogalmának kiforgatásáról, a feminizmusról, az LMBTQ és gender lobby térnyeréséről elmélkedve igyekszem kicsit más szemszögből rávilágítani a kérdéskörre. Az olvasó közönség talán majd elgondolkodik arról, hogy ki is a valódi áldozat, ki is a valódi üldözött. Várok minden érdeklődőt szeretettel könyvbemutatóimra, Budapesten, Nyírbátorban és Debrecenben, ahol minden felmerülő kérdésre személyesen válaszolok. Mindenki előtt két út áll, és mindenki maga dönt arról, hogy melyiken halad tovább. De bízom abban, hogy könyvem segít majd sokaknak a helyes utat választani.